Ora, ora, ora! Üdvözlök ismételten mindenkit! Mielőtt még komolyabban belemerülnék az éppen folyamatban lévő gameplay kommentálásába, gyorsan vázoljuk fel, hogy mi történt idáig. Volt egy icike-picike lemaradásom ugyanis az előző videóban a kommentálást illetően, és ez valószínűleg, sőt biztosan elő fog még fordulni a továbbiakban is, úgyhogy nézzük, mi történt. Először is hőseinknek sikerült fogniuk egy űrtaxit, amivel követhették Eggment a bárka űrállomásra, viszont a biztonságos landolást egy kicsit mellőzték, ugyanis Knucklesnál elszakadt a cérna, miután majdnem elvesztette a mestersmaragd darabjait, és egy picikét becsapódtak a bárka űrállomásba. Ezek után Knuckles szépen leszakadt, elment megkeresni a mestersmaragd darabokat, amiket meg is talált vélhetően, közben összeakaszkodott Rouge-al, aki szintén azokat a darabokat keresi, de végül az a probléma megoldódott egy érdekes jelenet keretében. Rouge-nak ugyanis még sincsen szüksége a mestersmaragd darabokra, vélhetően azért, mert rájött, hogy nem igazán tud velük mit kezdeni, mivel nincsen meg az a képessége, hogy összeillessze a darabokat, ezért túl sokra nem megy azzal, hogyha magánál tartja őket, bár most elkezdhetnénk negyed órán keresztül vitatkozni azon, hogy egy törött gyémántnak például mennyi az értéke, de hagyjuk inkább. Ennyire, ilyen mélyen biztos vagyok benne, hogy a készítők sem mentek ilyen mélyen bele a történetbe. A lényeg az, hogy Rouge, mint azt itt is láthattátok, nem igazán tartozik a rossz fiúk közé, és ez még később is hangsúlyozva lesz a továbbiakban, a másik történetben természetesen. És még egy másik történetben, csak hogy spoilerezzek is egy kicsit. Eközben pedig Tails előállt egy brilliáns, szerű tervvel, melynek keretében kicserélik a tüzelésre kész bárka űrállomás fegyverében lévő Chaos Emeraldok egyikét egy hamisra, melyettől túltöltődik, I guess. Ettől pedig hatástalanná válik a fegyver, I guess, de erről már az előző epizódban is beszéltem. A lényeg az, hogy Tails megtisztította az utat Sonic számára, és így Sonic el tud jutni a bárka űrállomás vezérlőpultjához, ahol ki tudja cserélni a káosz smaragdokat, de lo and behold, Eggman valahogy tudomást szerzett a dologról, és Amy-t túszként tartja fogva az egyik teremben, miközben Sonicnak üvöltözik, hogy már pedig te nem fogod keresztbe tenni a terveimet, nem fogsz nekem keresztbe tenni, hanem szépen visszajössz hozzám, és ideadod azt a káosz emeráldot, amíg szépen mondom. Ez az Eggman, hajrá! Egy kicsit talán furcsának hangozhatott az imént elhangzott mondatom, miszerint Eggmannek szurkoltam, de a helyzet az, hogy Eggman a mostani Sonic játékokban annyira töketlen és inkompetens, erre pedig a Sonic Boom annyira rátesz még 2 milliárd lapáttal, hogy amikor újra meghallgatom, vagy csak látom ezeket a régi játékbejátszásokat, eszembe jut az, hogy milyen egy igazi főgonosz, vagy csak sima gonosztevő, tehát aki tényleg szembe megy a hősnek a cselekedeteivel, és már pedig nem hagyja, hogy őt csak úgy mellőzzék, vagy hogy keresztbe tegyenek neki. Nem hagyja magát csak úgy félretolni, hanem hogyha harcolnak ellene, akkor ő visszaharcol. És ez még az állistben is működött nagyon jól, csak az az érzésem, hogy amikor az állistben leleplezték Eggmanlandet, tudjátok azt a valamit, amit a Sonic Adventure óta mondogatott Eggman, hogy majd egyszer megépítem, akkor ezzel lényegében lezárult egy korszak, és utána nem igazán tudtak mit kitalálni fő motivációként Eggmannek, és lehet, hogy ez is egy oka annak, hogy mostanában ilyen töketlenek a Sonic játékok narratívái, mert nem tudnak mit kitalálni. De még hogyha Eggmannek nem is lenne egy ilyen óriási fő motivációja, hanem csak összességében az lenne, hogy már pedig Sonic az ellenségem és ki kell nyírnom, az nem lenne elég? Most komolyan, ez a jelenet és az egész történet remekül sugározza magából ezt az úgymond rivalizálást. Tehát nem kell szükségszerűen lennie egy fő motivációnak Eggman számára, hogy már pedig én építeni akarok valamit, és ennek Sonic az útjában áll, hiszen a Sonic állisben megépíti Eggmanlandet. Hanem egyszerűen csak ott vannak egymással szemben, mint két rivális, és harcolnak, ameddig csak az egyik ki nem fekszik, és ez vélhetően nem fog egy hamar bekövetkezni. De közben a játékról magáról nem pofázok semmit, de hát ha egyszer elkezdem, akkor befejezek egy gondolatmenetet. Ezen gondolatmenetemet ez a játék is alátámasztja. Konkrétan egy jelenetben is elmondja Eggman, hogy Sonic az ő szemében egy mennyire tetrekész és méltó ellenfélnek bizonyult. Ezt nem tudom, hogy a kommentálásom pillanatában elmondta-e már, vagy sem, de nagyon király ez a kölcsönös tisztelet, ami közöttük van.
Tehát nem barátok. Ők nem barátok, hanem pontosan tudják, hogy egymás nélkül unalmasabb lenne az életük. És ez a Sonic X-ben is elhangzik, amikor Sonic még nem kerül át a másik, a saját eredeti világába, de Eggman már igen, és keresi Sonicot, és nem tud mit kezdeni az életével Sonic nélkül, mert tudja, hogy hiába fogja uralni a világot, az már nem lesz ugyanaz. Ezek a kis nüansznyi motívumok azok, melyek a karakterek közötti kapcsolatot igazán jól meg tudják mutatni a játékosnak. Nem kellenek itt erőltetett, egysoros, vicces beszólásnak szánt gázos baromságok, hanem csak ezek a kis nüansznyi, egysoros beszólások a két karakter között, és már érzi az ember, hogy szikrázik közöttük a levegő, mert ők pontosan tudják, hogy a másik nélkül nem létezhetnek, és unalmas az életük. Nagyon jók ezek a karakterek. Na de most már komolyan beszéljünk egy kicsit az éppen aktuális játékmenetről is. Crazy Gadget minden bizonnyal a legnehezebb Sonic pálya az egész játékban. És hogy miért nehéz? Antigravitáció, avagy változtatható gravitáció, kinek ahogyan tetszik, de ez igazából változtatható gravitáció. Tele van vele ez a pálya, nem hiába hívják Crazy Gadgetnek. És ez eléggé nehézkessé tudja tenni a játékmenetet, főleg, hogy megváltozik az irányítás egyfolytában. És ez nem feltétlenül egy olyan dolog, mely a játékosnak az örömére szolgál. Főleg akkor, hogyha mondjuk megváltoztatott irányítással kell kétségbe esetten rákínlódnunk magunkat egy sínre, miközben pontosan tudjuk, hogy ha elszúrjuk az ugrást, akkor vége, és szépen, már amennyiben arrankot akarunk, újra kell kezdenünk a pályát. Bár nyilván a végigjátszás alatt nem fogom újra kezdeni a pályát, csak azért, hogy úristen arrankot szerezzek, és megmutassam nektek, hogy milyen fasz a gyerek vagyok, mert akkor kétszer olyan hosszú lenne a gameplay alkalmanként. Na jó, azért annyira sokszor nem halok meg, de ebben a pályában egyszer biztosan meg fogok halni, mert emlékszem, hogy a felvétel készítése alatt meghaltam, ami egyértelműen nem ugyanakkor történt, mint a kommentár felvétele, ahogy azt már az előszóban is hallhattátok, már persze azok, akik megnézték az előszót. De higgyétek, hogy nem látom a statisztikákat. Tudom ám, hogy csak a feletek nézte meg az előszót, ami nem hiba, csak egy-két kulisszatitok is elhangzik benne, és ha valamelyik költök esetleg kíváncsi rá, még mindig bepótolhatja. Viszont egy-két a végigjátszás felvételével kapcsolatos kulisszatitkon és egy enyhe kis magyarázaton kívül tényleg nagyon nincsen benne semmi sem, csak egy felkonferálás, úgyhogy nagyon nem veszítetek sokat, csak na, mindegy. A lényeg az, hogy semmiképpen sem fogok egy pályát újra kezdeni csak azért, mert meghaltam mondjuk a közepén vagy a vége felé, mert az arrankok nem érdekelnek, egyrészt azért, mert már megvannak, másrészt meg ez nem egy full arrankosnak meghirdetett végigjátszás. Egyszerű végigjátszás. Whatever, túl sokat pofázok a technikai háttérről. Ebben a pályában a játékos fő ellensége az egyfolytában változó gravitáció, és nem azért, mert ez egy rossz dolog lenne. Egy nagyon látványos és érdekesen kivitelezett gimmickről van szó, viszont az irányítás is megváltozik, és ez hellyel közzel tud kellemetlen meglepetésekhez vezetni, ugyanis a játékos nem feltétlenül van ahhoz hozzászokva, hogy azt a gyorsan mozgó karaktert, akinek az irányítását éppen kezdi megszokni a játék végére, most hirtelen teljesen felborítsa a játék, és össze-vissza kelljen fejjel lefelé vagy oldalnézetben irányítania. Miközben ugyanazt a precizitást megköveteli a játék, amit a sima, normális nézetű játékmenetben is. Félreértés ne essék! Nem megtanulhatatlan! Ezt a játékot sikerült teljesen kivinnem totális 100%-ra, ezt a pályát is meg tudtam csinálni arrankra, mind hard módban és mind simában. Tehát nem megtanulhatatlan, én vagyok rá az élő lélegző bizonyíték, és feltételezem, hogy rengeteg Sonic fan társam még hasonlóan megszerezte az arrankot ebben a pályában, viszont az kétségtelen, hogy ez a pálya igencsak nehéz, főleg első végigjátszásra, és rendesen ki tudja rántani az embert a komfortzónájából, de hát majdnem vége van a Hero történet szálnak, és a továbbiakban erre szükség van, tehát egy játék története attól lesz igazán pörgős, és attól lesz igazán erőteljes a lezárása, hogyha egy kicsit megizzasztja a játékost a vége felé. Pontosan így kell lennie, és ez nem probléma, mert ez a normális, hogyha egy játék megizzasztja a játékost a finálé előtt. Legyen az akármilyen finálé, akár részleges, mint ez. Mert ez csak egy részleges lesz. Spoiler! Na, nem is tudom, hogy miért spoilerezgetek még itt összességében nektek, minden második mondatom végén kimondom orba szájba, amikor csak megállok egy gondolatmenet végén, mivel biztos vagyok abban, és most még hadarok is, biztos vagyok abban, hogy 60-70%-a a nézőimnek már játszott ezzel a játékkal, vagy legalább csak hallott róla, és ismeri a történetét, legalább a történetét. Ha a történetét sem, akkor legalább a soundtrackét, emberek.
Az, aki még nem hallotta a Live and Learn-t, most rögtön kikapcsolja, vagy csak lepauzálja, leszünetelteti ezt a videót, hogy magyarosan fogalmazzak, és meghallgatja. És addig nem nézheted tovább, te néző, aki még nem hallottad a Live and Learn-t, mert addig tényleg nem érezted az igazi Sonic eszenciát, amíg meg nem hallgattad azt a számot, úgyhogy most nyomás és meghallgatod. Feltételezem, hogy már nektek is feltűnt az, hogy nem igazán beszéltem a Crazy Gadgetről, és okkal, ugyanis nem igazán tudok róla mit mondani, azon kívül, hogy nehéz, de hát ennek a pályának nehéznek kell lennie, mivel a történet végén található. Nehéz, nehéz. Nem lehetetlen, csak nehéz, és megtanulható, de nehéz, az kétségtelen. Szóval menjünk tovább! Az előző pálya végeztével Sonicnak sikerült visszajutnia abba a szobába, ahol Eggman Toothként tartja fogva Amy-t és sakkban Tails-t. Mivel Eggman szinte már csak karnyújtásnyira van céljai beteljesülésétől, ezért egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy ennyire radikális módszerekhez folyamodik, ami végső soron be is válik, hiszen Sonicnak érdeke az, hogy a barátai életben maradjanak a kaland végére, és sikerül őt visszacsalni a Chaos Emeralddal, ami igaz, hogy hamis, de ezt Eggman úgy állítja be, hogy ő nem tudja. Igaz, hogy ő tudja, és ezt beállítja egy nagyon jó kis csapdának, mivel ahogy azt már korábban láthattátok, ahogy Eggman bevallotta, ő tudta mindvégig, hogy ez egy hamis Chaos Emeraldivel tudja, és ez ki is van fejtve, de a lényeg az, hogy tudja. Mindamellett pedig, hogy tudja, hogy van egy hamis Chaos Emerald, tehát az egyikből van kettő, arról is meg tudott bizonyosodni, Tails pillanatnyi hülyeségének köszönhetően, hogy Sonicnál most ebben a pillanatban éppen már a hamis Chaos Emerald van, és még nem sikerült kicserélnie akkor, amikor megfenyegette őt azzal, hogy lelövi Amy-t és elkezdte visszacsalni, tehát még a hamis van nála, ezt pedig szépen fel tudja használni egy olyan csapda kialakításához, amivel végső soron majdnem sikerül elpusztítani a Sonicot, és a pillanat hevében tényleg mindenki azt hiszi, hogy Sonic halott. Persze másfél évtized távlatából már mindenki tisztában van azzal, hogy ez végső soron nem jött össze neki, de ez egyike volt azon pillanatoknak, a 06-ot kivéve, amikor tényleg valaki, egy főbb gonosztevő, nem csak az alkalmi gonosztevő, nem csak az alkalmi rossz fiú, hanem a franchise fő gonosza, tényleg nagyon közel került ahhoz, hogy kinyírja az ellenfelét. A helyzet intenzitását pedig csak felspékelte Eggman beszólása, miszerint ő tisztelte Sonicot, mint az ellenfelét, mint a riválisát, és hogy mindig emlékezni fog rá, mert tényleg egy nagyon talpra esett és méltó ellenfél volt számára, és ez egy olyan egyedi érzést kölcsönöz ennek a jelenetnek, amit azóta egyetlen Sonic játék sem igazán adott vissza. Ez a kölcsönös tisztelet nagyon más szemszögbe helyezi, más fénybe helyezi a köztük fennálló kapcsolatot, amikor tényleg az ember érzi, hogy ez egy ilyen, mondhatni, szimbiózis szinte. Az a másik dolog, amit ebben a jelenetben kifejezetten szeretek, az Tails karakterfejlődésének a véglegesítése. Tehát lényegében itt most ugyanazt láthattuk majdnem, amit az első Sonic Adventure-ben. Történetesen Tails függetlenedik és rájön, hogy a saját szakállára is kell hőstetteket véghez vinnie, hiszen Sonic nem lehet ott mindig mellette, hogy segítsen neki és hogy őt is megmentse, muszáj neki is meg kell erősödnie. És pontosan ez volt az SA 1-ben a fő történet szála Tailsnek, amit végül sikerült is beteljesítenie. Itt viszont Sonic a pillanat hevében meghal, és most már nem is számíthat arra, hogy esetleg Tails, tehát Tailsről beszélünk még mindig, hogy a barátja ott lesz és támogassa őt, hanem tényleg fel kell nőnie a világ megmentésének feladatához, és most már tényleg csak és kizárólag az ő tetteinek a súlyán múlik az, hogy mit sikerül kihoznia a helyzetből, és hogy sikerül-e megmentenie a holnapot. A játékban ennek a helyzetnek az intenzitása nem érződik olyan jól, mint a Sonic X-ben, ott sokkal jobban át lett adva, amikor Tails és Eggman élet-halál harcot vívnak a szószoros értelmében, mert Tailsnek most lett kinyifantva az egyik egyetlen legjobb barátja, és Eggman ezt annyira félvárról veszi, hogy hát mi van, lépjél túl rajta, hát az utamban volt, azt kész. Tails meg azt mondja, hogy nem, most pedig kibelezlek téged, te baromarcú, amiért ezt megmerészelted tenni. Amy, te pedig álljál hátrébb, mert ennek a bajszos majomnak mindjárt ki lesz juggatva a bőre. Én mondom, szinte kézzel tapintható a feszültség és az elkeseredettség érzete ebben a jelenetben. Már persze, ami a Sonic X-es értelmezést illeti. Amit ők ugyanez csak kicsit jobban tálalva. Eközben pedig, ahogy azt a játékmenetből már egy ideje láthatjátok, Sonicnak végső soron sikerült megmenekülnie, ugyanis képes volt a Chaos Controlt kivitelezni a saját szakállára is, mindattól függetlenül, hogy egészen idáig, ha jól emlékszem, összesen egyszer látta a Chaos Control kivitelezését messziről, ahogy Shadow elteleportált mellette, és...
ez az a pont, ahol azt mondom, hogy minden történetbe kell egy kis baromság. Mert hogyha az összes ehhez hasonló akció, kaland, fantasy történet úgy lenne felépítve, hogy minden fájdalmasan logikus, egyértelmű és realisztikus benne, akkor mi a francnak nevezzük azt akció, kaland, fantasy történetnek? Példának okáért mondjuk, ha van egy jelenet, ahol az akcióhős csak centikre ugrik el egy robbanástól, tehát éppen súrolja őt a lángnyelv, vagy éppen sikerül elugrania előle, és nagyon közel van hozzá a robbanás, de megmenekül, a nézőknek akkor sem azt kellene firtatniuk egymás között, hogy ennek most hőtanilag mennyire volt realisztikus vonzata, hogy vajon milyen mértékű égési sérüléseket szenvedett a filmvásznon látható egyén. Azt hiszem, csak azt hiszem, hogy ez az, amit suspension of disbelief-nek neveznek angolul, és nem tudom, hogy magyarul hogyan hívják, mert angolul jobban működik az agyam, mint magyarul. Érdekes dolog, de így van. A lényeg az, hogy azt hiszem, hogy ez az a fogalom, ami kifejezi azt, hogy vannak olyan dolgok, ha már eljutottunk odáig, hogy beleéljük magunkat egy univerzumba, egy történetbe, akkor vannak dolgok, amiket lehet, hogy nem igazán rendelkeznek ezek a dolgok logikus vonzattal, tehát nincs túl sok értelmük alkalmanként, és csak a történet előre gördítéséért vannak betéve a történetbe, akkor ezeket hajlandóak vagyunk elfogadni. Mert valami kell ahhoz, hogy látványos legyen mondjuk, vagy valaminek történnie kell ahhoz, hogy a történet tovább gördüljön. És ha ez a valami látványos, drámai, jól néz ki, de nagyon sok értelme nincsen, vagy valahogyan bele lehet kötni, akkor hajlandóak vagyunk ezen túltenni magunkat. Suspension of disbelief. Na de visszatérve a történetre, Sonicnak éppen sikerült megmenekülnie a halál torkából, de tudja, hogy ez a helyzet sokat nem javít az összszituáción, mivel a bárka űrállomás lézerfegyvere továbbra is visszaszámol. És mivel hőseink immáron már tényleg kritikusan kezdenek kifogyni a hátralévő időből, és már csak nagyon kevés hiányzik ahhoz, hogy Eggman bevesse a lézerfegyvert, immáron Sonicra hárul a feladat, hogy egy őrült iram keretében megcélozza a bárka űrállomás lézerfegyverét, és az utolsó utáni pillanatban megpróbálja kicserélni benne a Chaos Emeraldot, ezzel is túlterhelve és megsemmisítve a rendszert. Vajon sikerül-e neki? Vajon sikerül-e odaérnie időben, hogy megállítsa a katasztrófát? Személy szerint úgy gondolom, hogy ebbe a pályába tényleg jól jött volna egy visszaszámolás a háttérbe, amikor a játékos látja, hogy banyeg, a világ megmentésére ennyi időm van összesen. Ez tényleg nagyon jó plusz felspékelésként funkcionálhatott volna a játékos számára, és szerintem, függetlenül attól, hogy a játék más pályáiban, per pillanat úgy emlékszem, hogy kettő másik pályában van visszaszámolás, talán háromban is, szerintem ide illett volna a legjobban. Tehát sem Green Forestbe, sem pedig Security Hallba, ahogy az majd később fel fog bukkanni, nem illett annyira jól a visszaszámlálás, mint ide. Igen, tudom, hogy robbant a börtönsziget, de ez azért tényleg egy nagyobb dolog annál, mint hogy egy random sziget felbukkan, ami valószínűleg már úgy is ki lett menekítve, talán, reméljük, hogy nem veszett oda túl sok ember, bár erre a játék nem tér ki. A lényeg az, hogy ide nagyon jól jött volna egy visszaszámlálás. Ahogy azt itt is láthatjátok, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik a bárka űrállomás lézerfegyvere felé rohanunk őrült tempóban, igaz, a másik egyén minket üldöz, és azért üldöz minket, hogy megállítson minket, mivel ő másik oldalon áll. Ő pedig nem más, mint Shadow a Sűn, akivel most találkozunk harmadszorra a játékban. De ezúttal utoljára találkozunk vele. Három a magyar igazság, Shadow, nem hagyom, hogy megállítsál engem, ugyanis meg fogom állítani a megállításodat, és oda fogok érni. Há! Most pedig következzen az egész játék legérdekesebb, mondhatni legegyénibb boss csatája, ugyanis ezt a boss csatát többféle hozzáállással is lehet játszani. Ez az egész párbaj nagyon epikus, nagyon királyságosan van felépítve, alatta a zene király, nagyon gyors a tempója, ott kell lennie az embernek, hogyha meg akarja nyerni. Viszont kétfajta hozzáállással lehet játszani ezt a boss csatát. Én legalábbis, amikor először eljutottam idáig, nem feltétlenül azt tűztem ki célnak, hogy minél hamarabb túl legyek rajta, vagy hogy kinyírjam Shadow-t azonnal, amint lehetőségem van rá, hanem egy kicsit játszadoztam vele, át akartam élni a jelenet intenzitását. Ugyanis ezt a boss csatát lazán meg lehet nyerni egy percen belül, vagy 40 másodpercen belül. Én már csináltam, futottam itt nevetséges időket, hogy szinte azonnal kinyírtam Shadow-t az első adandó alkalommal, és nevetségesen hamar tényleg kivitelezve lett az egész. Viszont olyan jól néz ki az egész csata, olyan jó alatta a zene, olyan ütős az akció,
hogy egyszerűen nem akarom befejezni, tehát hogyha úgy vagyok vele, hogy oké, most már eleget rohangáztunk Shadow, legyünk a végén, tegyünk pontot a végére, akkor azt mondom, hogy másodpercek alatt le tudom zárni ezt az ügyet. De tényleg nagyon kevés ilyen boss csata van a Sonic játékokban összességében, amit az ember nem azért játszik, hogy mondjuk gyakoroljon, vagy mert a történet kívánja, hogy játsza, vagy nem lehet átugrani, hanem azért, mert tényleg király, és szívesen bekapcsolom, és szívesen játszom vele. És a sorsfintora az, hogy ez a boss csata nem elérhető külön igazán. Csak a sötét történet szálon érhető el önmagában ez a boss csata, és ahhoz, hogy utólag, ahhoz, hogy utólag hős oldalon elérjük, még külön meg kell csinálnunk az előtte lévő pályát. Vagy végigvisszük a boss attack módot, ahol minden egyes bosst ki kell nyírni előtte, csak azért, hogy eljussunk ehhez a csatához. Már-már azt hiszem, hogy szándékosan tették a játék fejlesztői ilyen nehézkesen elérhetővé ezt a csatát, mert pontosan tudták, hogy milyen az atmoszférája, és nem akarták könnyen elérhetővé, újra és újra könnyen megtapasztalhatóvá tenni, hanem egy kicsit szenvednie kell a játékosnak ahhoz, hogy megtapasztalhassa újra ezt a boss csatát, vagy érjed be a soundtrack-kel, öcsém. Sonicnak természetesen sikerült kiiktatni a Shadow-t, és még időben is elérnie a bárka űrállomás lézerfegyverét, mielőtt az tüzelt volna, ezzel megállítva a világ végét, és újból megakadályozva Dr. Eggman tervét. Ugye? Ugye? Ugye így történt, ugye? Eggman, mit csináltál te ott azzal a káosz emeráldal, hiszen most robbantottuk fel a bárka űrállomás lézerfegyverét, és megakadályoztuk a világ végét, mit akarsz te azzal az emeráldal? Öcsém, ki tudja, mik fognak itt még történni? Ez volt hát a hősök története, amigos. Találkozunk legközelebb, amikor is neki kezdünk a gonoszok történetszálának, de addig is, nem tudom mikor fog ez bekövetkezni, de addig is Spyro Guy kijelentkezik. Szevasztok!